Ugyan már láthattátok Aháb és Jézabel kapcsolatát, most vissza fogunk menni egészen a legelső példáig, és meg fogjuk nézni, hogy Ádám és Chavah, vagyis Ádám és Éva kapcsolata hogyan működött, hiszen szerintem ez a legnagyszerűbb példa arra, hogy hogyan kell egy házasságnak működnie, és ha nem is a működése, de azok az instrukciók, melyeket neki a teremtő adott, azok mindenképpen hasznosnak fognak bizonyulni. Ez Bereshit 1-es fejezet, 1 Mózes 1, 26-tól 31-ig, mely így szól. És mondta Elohim, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon. Az ember feladata volt az, hogy uralkodjék a tenger halain és az összes élőlényen és az egész földön. Ő azzal a feladattal lett megbízva, hogy tulajdonképpen vigyázzon erre. Uralkodni nem úgy olyan értelemben, ahogy mi vesszük azt ma. Erre egy nagyszerű utalás Mark 10-es fejezetből, amit Yahusha mond, mikor így szól magához szólítván a tanítványait. Tudjátok, hogy azok, akik a pogányok között fejedelmeknek tartatnak, uralkodnak felettük, és az ő nagyjaik hatalmaskodnak rajtok. De nem így lesz közöttetek, hanem aki nagy akar lenni, az legyen a ti szolgátok, és aki közületek első akar lenni, mindenkinek szolgája legyen. Mert az embernek fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Ez az a fajta uralom, amire ő gondolt. Arra gondolt, hogy az ember természetesen vezeti a földet, és ezáltal uralkodik rajta, nem pedig úgy, ahogy mi azt ma tesszük, hogy elpusztítunk mindent, amihez hozzáérünk tulajdonképpen. Különösen azok, akik ezt a rendszert uralják és irányítják, de fontosabb azt megérteni, hogy uralkodás az ő szemében nem azt jelentette, amit a világ uralkodásnak tart. Ő úgy gondolta, hogy valaki gondoskodni fog, erről a földről vezetni fogja, és képviseli őt itt a földön. Akit érdekel uralkodni, az nem más, mint a héber szó. Strong's H7287, Radá, Radá. Melynek elsődleges jelentése érdekes módon a Strong szótár szerint az, hogy lábbal taposni úgy, mint a szőlőt, amikor régen kipréselték, illetve uralkodni valamin, vagy uralni valamit, ugyanezt támasztja alá a Héber-Kádesi lexikon, ami arra utal, hogy letaposni valamit, másodszorban pedig, hogy uralni valamit, illetve az uralom alá hajtani, vagy megszelidíteni. És ezen kívül még birtokolni valamit. Azonban érdekesebb az, amikor megnézzük a karaktereket, ami ugye Res, Dalet és a Hé. Megvizsgáljuk, a Res az egy emberi fejet jelent, ami a gondolatok, vagy a vezető, a vezetés, a vezér mindenképpen egy elsőt jelent, vagy egy kezdetet jelent, míg a Dalet az ugye az ajtó, ami bejáratot jelent, vagy mozgást, és a Hé pedig egy ember felemelt kézzel, ami ámulatot, csodálatot, kinyilatkoztatást jelent. Úgyhogy összeolvashatjuk úgy is a Res, Dalet, Hé szavakat, hogy a vezető kinyilatkoztatja magát az ajtó. Ez jelenti az uralom, illetve ez jelentheti, úgyhogy ha innen közelítjük meg, akkor sokkal többet mond, hogy mi is az, amit ő értett ezen. Ez a vezető megmutatja az ajtót a többieknek, azoknak, akiken ő uralkodik. Úgyhogy így gondolta, ez lett volna az ember feladata. 27. Teremtét át Elohim az embert az ő képére, Elohim képére teremtő őt férfiúvá és asszonnyá teremtő őket. Tehát a két nem megteremtődött rögtön a kezdet kezdetén. megáldá őket Elohim, és mondanékik Elohim, szaporodjatok, és sokasodjatok, töltsétek be a földet, hajtsátok birodalmatok alá. És uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, a csúszómászó mindenféle állatokon. Hajtsátok birodalmatok alá, ugyanúgy Radá, mint ahogyan azt megbeszéltük az imént. Ez volt az ember feladata. 29. És mondd Elohim, imén néktek adok minden maghozó füvet az egész föld színén, minden fát, melyen maghozó gyümölcs van, az legyen néktek eledelül. A föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, földön csúszómászó mindenféle állatoknak, amelyekben élő lélek van, a zöld füveket adom eledelül. És úgy lőn, és látta Elohim, hogy minden, amit teremtett, vala ímé igen jó, és lőn este, és lőn reggel a 6. nap. Ez egy összefoglaló az ember párról, illetve arról, hogy mi is az ő feladata, és milyen kezdeti instrukciókat kapott Elohimtől, arra nézve, ami az ő feladata, amiért teremtve lett. Ennél részletesebb utasításokat és leírást találtunk egy fejezettel később, ami Bereshit 2. fejezet 15-től 25-ig. Előtte azonban nézzünk meg még egy apróságot, 1 Mózes Bereshit 2. fejezet 7-es vers, mely így szól: és formálta vala Yahuah Elohim az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét, így lőn az ember élő lélekké. Mielőtt nekikezdünk a házasság tárgyalásának, néhány fontos dolgot érdemes megvizsgálni. Az első az, hogy mi is az, amikor azt mondja, hogy lehellett az ő orrába életnek lehelletét. Úgyhogy nézzük meg, mi ez a szó, lehellett. Ez nem más, mint a héber szó. Strong's H5301. Nafach. Nafach. Nafach, és ennek jelentése a szótár szerint az, hogy kifújni, vagy pedig felfújni valamit, fújni, illetve ahogyan az ember a tüzet élezgeti, ez a fajta lehellet. Egyébként lehelletet jelent, vagy pedig fújást, illetve szippantást. Ugyan ezt erősíti meg a Héber-Kádesi lexikon, mely szerint az első jelentése az, hogy fújni, valamire ráfújni, illetve valamit szétfújni azáltal, hogy az ember fúj, illetve lélegezni és elfújni. Vizsgáljuk meg ismét, hogy mi az, amit megtudunk a karakterekből. Ugye maga a szó 3 karakterből áll: a nun, pej, vagy fej, és a het. Természetesen mindenki úgy értelmezi, ahogy jónak látja, vagy éppen gondolja. Nézzük meg a nun, pej, vagy fej, illetve a het. Mit jelent? A nun maga egy mag, ami az életet, a folytonosságot jelenti, vagy örököst, vagy leszármazottat jelent. Míg a fej, vagy pej, az a szájat, ami annyit tesz, hogy beszélni, dicsérni, imádni elsősorban, vagy pedig fújni, szétszórni, szétfújni, illetve a parancsolatok. Ugye látjuk, hogy maga a pej szerepel, mint szétfújni magában a szóban. A het pedig egy kerítés vagy egy fal, ami elválasztani, elkülönülni, vagy védeni, ennyit jelent. Ha megegyezünk abban, hogy az ember különleges, és természetesen elvetjük a világ teóriáit ezzel kapcsolatban, akkor a felszínen ez a szó annyit tesz, hogy ez a szél, ez a folytonosságnak a szele, mely elkülöníti vagy védi az embert. Azonban értelmezhetjük úgy is, hogy ez az a dolog, ez a lehellet, mely ez az az élet, mely a dicsőítésre lett elkülönítve, hogy dicsőítse az atyát. Ez az a száj, amely az életet választja el saját magának. Ő volt az, aki az életet lehelte ebbe az emberbe, hogy elkülönítse azt a saját dicséretére. Ha tovább folytatjuk ezt a verset, akkor látjuk azt, hogy ez a lehellet az orrába az életnek a lehelletét lehelte. Úgyhogy lehet, hogy érdemes megvizsgálni azt, hogy mi is a lehellet, azonban vessünk egy pillantást az életre gyorsan. Az élet pedig a héber szó. Strong's H24:16. Chai. Chai. Chai, amely annyit tesz a szótár szerint, hogy élet, életben van. Valami, ami él, illetve nyers, vagy friss, vagy erős. Élet, életben lenni, vagy életkor, vagy étvágy, és a többi, és a többi. A Héber-Kádesi lexikon első helyen azt említi, hogy valami, ami él, vagy életben van, illetve élettel teli, vagy pedig életre kél, felelevenedik, nyers, illetve friss. A szó maga két karakterből áll, egy het, illetve egy jod. A het, az egy kerítés vagy fal, ugye ezt megtárgyaltuk az imént, a jod pedig a kar vagy a kéz, mely munkát jelent, munkásságot, cselekedetet, imádatot, szolgálatot, illetve ehhez hasonló. Úgyhogy az élet az, ami elválasztja vagy elkülöníti az embert a munkássága, illetve a cselekedetei alapján. Hiszen az életbe kerül az ember, amennyiben az ő munkássága elkülöníti őt az átlagtól vagy a többitől. A munkásság az, ami védi. Most, hogy megvizsgáltuk azt, hogy mit jelent az, hogy lehellette az élet, az életnek a lehelletét, nézzük meg, hogy mi a lehellet maga. Ez a szó nem más, mint a héber kifejezés. Strong's H5397. Neshamah. Neshamah. Neshamah, mely a Strong's definíciók szerint annyit tesz, mint egy szél. Akár életet adó, akár egy dühös értelemben szél. Fújni egyébként a jelentése. Akár egy Elohimtől származó inspirációt is jelenthet. Vagy értelmet. Ha Héber-Kádesi lexikon nézzük, akkor lehelletet vagy szellemet jelent spirituális értelemben, mint egy spirit. Ezen kívül még lihegést is jelent, mely általában dühös értelemben használatos. 4 karakterből áll a szó, mely a nun, sin, mem, illetve a hely. A szótöve pedig a hely nélkül, nesám. Mindössze egy karakter különbözteti meg, ugye ez nun, sin, mem, a hely nélkül. A nun ugye magot jelent elsősorban, mely az életfolytonosság, erről volt szó. A sin az pedig, a sin az a két első metszőfogat ábrázolja, egyébként fogat jelent valami, ami éles, vagy elpusztít, vág, nyom, vagy megenni valamit. Ez maga a sin. A mem az víz, és ez a szó, az ige, de akár lehet vér, mindenképpen megtisztít, megvált, de ugyanúgy jelenthet káoszt is. Míg a hely, az ugye emlékszünk az ember felemelt kézzel, amely csodálat, ámulat, illetve lélegzett sóhaj, kinyilatkoztatás, vagy maga a lélek, a ruak. Ha visszaemlékszünk arra, hogy ez maga a lehellet, az élet lehellete ez a szó, ez a lehellet kifejezés. Nézzük meg, hogy mit is állapíthatunk meg. Hogyha úgy értelmezzük, hogy ez a szó, a lehellet, ez nem más, mint az élet vagy a folytonosság lehellete. Az élet vagy a folytonosság, mely elpusztítja a káoszt a kinyilatkoztatás által, vagy maga a lélegzet, a lélek által. Ez az élet, mely elpusztítja a káoszt a kinyilatkoztatás által. Ez a lehellet. Végezetül pedig nézzük meg, hogy mit is jelent az, hogy lélek, hogy az ember élő lélekké lett. Ez a szó pedig a héber szó. Strong's H 53:15. Nefesh. 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 Mely a Strong's definíciók szerint annyit tesz, hogy lélegezni. Egy lélegző állat, amely életben van, vagy étvágyat jelent, lélegzetet, testet, élőlényt, akár halat, vadállatot, vagy pedig egy embert, de mindenképpen életet jelent. A Héber-Kádesi lexikon szerint az első jelentése az lélegzet. Azután pedig lélek, vagy bármi, ami életre kelti a teremtményt. Lelket jelent, vagy lélegzetet. Ez a nefes szó jelentése. Megnézzük a harmadik jelentését, az pedig elmét jelent. Vagyis a gondolatait az embernek. Ez a szó három karakterből áll, nun, pej vagy fej és shin. Ugye a nun, pej vagy fej és a shin. Hogyha összeolvassuk, akkor akár úgy is értelmezhetjük, hogy ez a nefes, ez az élet, illetve a folytonosságnak egy pusztító lehellete. Vagy fújása. Az élet, vagy a folytonosság pusztító lehellete. Vagy beszéde, vagy parancsolata, vagy szava. Nem állítom azt, hogy ez az egyetlen módja, hogy értelmezni tudjuk ezt, azonban mindenképpen érdekes, hogy sokkal-sokkal több van a szavak mögött, hogyha az ember igazán rászánja az időt. És én azt javaslom mindenkinek, hogy használja a táblázatot, nézze meg a karaktereket magának, és értelmezze ez alapján az írást, ugyanis sokkal többet tudhatunk meg. És a mi feladatunk az, hogy keressük és kutassuk őt, és ő majd felfedi magát annak, aki keresi és kutatja őt. Ez kiderül a Vri zsidókhoz 11-es fejezet 6-os versből: hit nélkül lehetetlen Elohimnek tetszeni, mert aki Elohim elé járul, annak hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Úgyhogy elsősorban hinnünk kell, hogy ő létezik, második sorban pedig keresnünk kell őt. Az nem működik, hogy én kegyelem alatt vagyok, és onnantól kezdve bármit lehet, vagy pedig csak lennem kell és hinnem. Őt keresnünk kell, hiszen ő megmondta, hogy hogyan kell őt. Szeretnünk, hinnünk, szolgálnunk, mi az az út, ami nekünk járnunk kell. Ezért hangsúlyozza ki azt, hogy őt keresnünk kell. Ennek egy nagyszerű módja az, hogyha leásunk és megnézzük, hogy mi a szavak eredeti jelentése, és megpróbálunk abból többet leszűrni. De most, hogy látjuk, hogy mi is az ember, haladjunk tovább, és nézzük meg, hogy mi volt Elohim parancsolata, illetve utasítása az emberpára, és mi volt az ő elképzelése az emberek életére nézve. Ez Bereshit 2. fejezet 15-től 25-ig, és ez így szól: és vevi Yahuah Elohim az embert, és helyezteti őt az Éden kertjébe, hogy mivelje és őrizze azt. És parancsola Elohim Yahuah az embernek, mondván: a kert minden fájáról egyél bátran, de a jó és a gonosz tudásának fájáról arról ne egyél, mert amely napon egyél arról bizony meghalsz. Ha már itt tartunk, vizsgáljuk meg, hogy az ember szó maga milyen karakterekből áll, és vajon mi lehet a jelentése. Lehet, hogy ez sokaknak meglepő lesz, de az ember szó nem más, mint Ádám. azaz az ember szó ugyanaz, ahogyan az első embert nevezték, Ádám. Ez is a szó jelentése. A Strong definíciók szerint Ádám elsősorban annyit jelent, mint vöröses, de ember a jelentése. Egyébként pedig emberiség. A Héber-Kádesi lexikon szerint Ádám jelentése ember, férfi, de más értelemben vöröses, hiszen a földből vétetett, ezért használja azt, hogy vöröses. Vizsgáljuk meg a karaktereket, amelyekből összeáll, ez pedig egy alef, egy dalet és egy mem. Az alef egy jól ismert karakter, mely egy ökör fej, az erő, hatalom, maga Yahuah, az atya, vezető, családfő, és a többi, és a többi. Amíg a dalet, az ugye az ajtó, erről volt szó, a memről szintén volt szó, ami pedig a vizet jelent, akár káoszt is jelenthet. Ugye a víz, az özönvízre, ha gondolunk, akkor az káoszt jelentett. Ha összeolvassuk, akkor úgy is értelmezhetjük, hogy Ádám, azaz az emberiség, az az erő vagy hatalom, mely a szó, vagyis az ige által megmutatja az ajtót. Vagy pedig az az erő, hatalom, mely a káoszból kivezető ajtót megmutatja nekünk, illetve megmutatná. Ez által lenne nyilvánvaló. Ez az az erő, mely a szó, az ige által az ajtóhoz vezet. Az ember lett volna, illetve lenne az az erő, amely az a szó, Elohim szava segítségével megmutatja az ajtót. Nem csak egymásnak, hanem az egész földnek. Az ember maga az az erő, vagy hatalom, mely az Elohim szavát képviselve az ajtó ezen a világon. De ha elvonatkoztatunk, akkor láthatjuk azt, hogy Yahuah, szava, az ajtó. Ádám. Ha megvizsgáljuk, akkor látjuk azt, hogy ebben a néhány versben milyen sokszor szerepel maga az ember szó. Ebben az esetben az ember férfit jelent, illetve emberiséget, hiszen az asszonyember ekkor még nem volt megteremtve. Ez egy részletezése annak a krónikának, melyet Bereshit, vagyis 1 Mózes 1-es fejezetben olvastunk, ami itt történik. Ugye az utasítás az volt az ember felé, ez volt az első utasítás, hiszen ekkor még nem volt meg az asszony ember. Tehát az első utasítás, az első parancsolat az volt, hogy minden fájról egyél bátran, de a jó és a gonosz tudásának fájról ne egyél. Szóval az utasítás az, hogy a jó és a gonosz tudásának fájáról ne egyél. Nézzük meg, hogy mi maga a tudás szó, ez pedig, ami itt szerepel, ez a tudás nem más, mint a héber kifejezés. Strong's H, 1847. Da'ath. Da'ath. Da'ath, melynek jelentése a Strong's szótár szerint tudás olyan értelemben, mint ravasság, illetve gyakorlati tudás, így tapasztalati tudásként értelmezi a Héber-Kádesi lexikon, szintén tudásnak, vagy valami tudásának értelmezi, és egyfajta figyelmességnek, ébrenlétnek, de egyébként az intelligencia, vagy a megértés, vagy a bölcsesség ilyen értelemben használja, intelligens, vagy megérteni valamit. A dát szó nem más, mint a dalet, ain és a ta karaktereknek az összessége. Emlékszünk arra, hogy a dalet az ajtó, az ain a szem, illetve a ta keresztbetett botokat jelent, illetve ábrázol, mely jeljelzés, jelkép, aláírás. Az ajtó ugye lehetséges Yahusha, maga az ajtó, a megváltó, lehet bejárat vagy mozgás, a szem pedig valamilyen spirituális vagy vizuális látás, vízió, látvány, nézni, tudni, egy kút, forrás, vagy maga akár a ruach, vagy a szónak a vezető ereje, keresztbetett bot pedig aláírás, emlék, emlékmű, vagy jeljelzés, jelkép. Ha összeolvassuk, akkor azt is értelmezhetjük, hogy ez az az ajtó vagy bejárat, ami meg van jelölve, és a kúthoz vagy a forráshoz, vagy a tudáshoz vezet. Szóval ez volt az az ajtó, ami a tudáshoz vezetett, ami meg volt jelölve. Ez a fa volt az az ajtó, ami megjelölte, ami a kúthoz vezetett, a tudáshoz vezetett. Azonban mi az a jó és a gonosz? A jó az a héber szó. Strong's H 2896. Tov. Tov. Míg a gonosz vagy rossz. Strong's H 7451. Ra. Ra. And second entry. Ra. Ra. And third entry. Ra. Ra. A gonosz érdekes módon hasonlít az egyiptomi istenség Ra nevére, valami oknál fogva. A Tov, azaz a jó, a Strong's definíció szerint jót jelent, mint melléknév, és akár a legszínesebb tekintetben is használjuk ezt a jelentést, vagy ugyanúgy, mintha főnévként használnánk. Akár egyes, többes számban, férfi, nőnemben, de mindenképpen jót jelent. Vagy szépet, jó, jobbat, legjobbat, vidámat, öröm, örömteli, örömködő, kedves, élvezet, élvezeti, élvezetes, szerető, boldog, édes, gazdag, stb. Jót jelent általánosságába véve. A héber-kádesi lexikon szintén így használja, mint jó, akár fizikális értelemben jó, vagy pedig kedves, vagy pedig egyenes. Átvitt értelemben maga az ember viselkedése egyenes. De lehet szép, vagy csodálatos, vagy kedves a szemnek, egyetértő, boldog, gyümölcsöző, vagy megkülönböztetett, és a többi, és a többi. A három karakter, amiből összeáll, pedig a tet, vav és a bet karakterek. Úgyhogy, ha megnézzük, az első ugye a tet, második karakter a bet, illetve a vav, a harmadik. Érdemes kívülről befelé haladni. Ezt az útvonalat jártuk általában, de mindenki úgy csinálja, ahogy számára ez a legérthetőbb. A tet jelentése az ugye kosár, amely körülvesz valamit, ebben tárolni, tartani lehet valamit, de adni, adakozni, nagy lelkűséget is jelent. Míg a bet ugye a ház, a család, a leszármazottak, testfiú, Yahusha, illetve valamibe, valamiben, illetve valamivel. A vav az egy szeg, és ez kampót, szeget jelent, valamihez hozzáadni, biztosítani. Ez a jelentése. Úgyhogy a jó kifejezés maga az bármi, ami körülvesz, vagy tárol, illetve tartja a családot, illetve a leszármazottakat, és biztosítja, vagyis összeadja őket. Tulajdonképpen a jó az, ami egyben tartja a házat, vagyis az embernek a vonalát és a leszármazottait. Ha megnézzük a ra, vagyis a gonosz kifejezést, akkor látjuk azt, hogy ez egy res, illetve egy ayin, és a Strong's definíciója ennek a szónak az, hogy rossz vagy gonosz, akár természetes, akár morális értelemben, de jelent ellenséget, ellenségeskedést, vagy büntetést, fájdalmat, bármiféle káosz, zűrzavart, és teljes mértékben az ellentétje annak, amit a jónál láttunk. Ez kellemetlenséget jelent, vagy bármit, ami fájdalmat okoz, nehéz, bánt valakit, vagy károsít valakit, de egy jelet is jelent, illetve gonoszságot, vagy valamiféle tortúrát, bajt, problémát, és zajt, ilyesmi értelemben használja, illetve a héber-kádesi lexikon pedig gonosz vagy rossz, akár fizikális, akár morális értelemben, olyan, ami megjelenésre deformált, illetve boldogtalan, szerencsétlen, ha emberről van szó, szomorú, rosszaság, illetve gonosz vagy rossz. Úgyhogy az első karakter a Resh, a második pedig az Ayin, és az emberi fej, a Resh, ugye a gondolatok, a vezetőt jelent, míg a szem, ugye az Ayin, és ez pedig egy spirituális látást, vagy pedig fizikális látást, vagy látványt jelent, vagy tudást, vagy forrást, vagy kutat. A gonosz tulajdonképpen az a vezető, vagy vezetés, vagy azok a gondolatok, amelyek a látvány után mennek, és a tudás után mennek. Az a kút, mely a gondolatokból fakad, az emberi fejből, a saját magából eredő tudás, illetve a tapasztalás, a saját feje után megy ez az ember, a látvány, az után, amit lát, a kút, a forrás, ami a saját gondolataiból fakad az embernek. Nem olyan értelemben rossz, mint amit mi annak tartunk. Láttuk azt, hogy a tov mit jelent, és most látjuk azt, hogy a rossz, a gonosz az, mikor az ember a saját feje után megy, mikor az ember meg akarja tanulni a kút, amely a gondolataiból az ember saját magából fakad. Szóval ez volt az első parancsolat, melyet az ember kapott, hogy a jó és a gonosz tudásának fájáról ne egyen. Természetesen ez kulcs fontosságú lesz majd a későbbiekben. Nézzük meg, hogy hogyan is alakul ezután az ember sorsa. És mondta Yahuah Elohim, nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítőtársat, hozzá illőt. Szóval egy segítőtársat teremtett neki, ami ugye később az asszony lesz, illetve amit ma asszonynak vagy nőnek hívunk. Úgy nézzük meg, hogy mi is ez a segítőtárs, ez nem más, mint a héber szó. Strong's age 5828. Ézer. Ézer. Melynek jelentése a szótár szerint segítő, vagy segítség, és semmi több. A héber-kádesi lexikon pedig úgy értelmezi, mint egy segítő, vagy egy segítség, vagy bármi, ami segítségére van az embernek. A szó maga három karakterből áll, Ayin, Zain, vagy Zion, és Resh. A jelentése pedig, ugye az Ayin maga a szem, míg a Resh az az emberi fej, a Zer, míg a Zain az egy ekét jelent, ami annyit tesz, hogy gyümölcsözővé tenni valamit, vagy táplálni. A segítő, vagyis ez a segítség, ez a hozzáillő társ, ez nem más, mint az a szem, vagy az a tudás, vagy az a kút vagy forrás, amely a vezetőt, vagy a vezért gyümölcsözővé teszi és táplálja. Ez a feladata az asszonynak. Ami a teremtő szerint egy nagyon fontos feladat, és érdemes észben tartani, amikor az ember partnert keres vagy kapcsolatban él, arról nem beszélve, hogy mielőtt megházasodnak, hogy ezen a szövetségen belül, ami a házasság, mindenkinek megvan a maga feladata. Nem azt jelenti, hogy az egyik fontosabb, mint a másik, hiszen a kettő nem véletlenül lesz egy, ahogyan azt meg fogjuk látni. Ez csak azt jelenti, hogy mindenkinek tudnia kell a maga feladatát, és meg kell, hogy legyen a maga feladata. Úgy gondolta Elohim Yahuah, hogy az embernek szüksége van valakire, aki egy forrása lesz annak, ami majd táplálja ezt a vezetőt. Aki segíti, aki kiegészít. 19. És formált vala Yahuah Elohim a földből mindenféle mezei vadat, mindenféle égi madarat, és elvivi az emberhez, hogy lássa, minek nevezze azokat. Mert amely nevet adott az ember az élő állatnak, az annak a neve. És nevet ad az ember minden baromnak, az ég madarainak, minden mezei vadnak. De az embernek hozzáillő társat nem talált vala. Azaz ezek nem voltak kielégítőek, ezek nem voltak elégségesek az embernek, mint segítő társ, mint olyanok, akik táplálják, vagy akik életben tartják, és gyümölcsözővé teszik. Bocsáta tehát Yahuah Elohim mély álmot az emberre és az elaluvék. akkor kivőn egyet annak oldalbordái közül, és betölti annak helyét hússal. És alkotál Yahuah Elohim azt az oldalbordát, melyet kivett vala az emberből, asszonnyá és vivé az emberhez. Ez a kifejezés, hogy asszonnyá, ez Isa, és ez az a név, melyet Ádám ad az asszonynak, azaz ennek a teremtménynek. És mondta az ember, Ádám, ez már csontomból való csont, testemből való test, és asszony embernek neveztessék, Isa, mert emberből vétetett. Annak okáért elhagyja a férfiú az ő atyát és az ő anyját, és ragaszkodik a feleségéhez, Isa, és lesznek egy testé, valának pedig mindketten mezítelenek, az ember, Ádám és az ő felesége, Isa, és nem szégyellik vala. Nézzük meg ezt a szót, mely nem más, mint a héber szó. Strong's H802. Isa. Isa. Melynek jelentése a Strong's szótár szerint nő. Elsősorban nő, akár más jelentésben házasságtörő, minden nőnemű, Isa, nő, vagy pedig feleség és asszony. A héber-kádesi lexikon pedig ezt a szót nőként használja bármilyen életkorú vagy családi állapotú nő az Isa, és ezen kívül még olyan értelemben is használja, mint egy vagy egy másik, vagy bárki, akárki. Elsősorban azonban nő, vagy asszony, vagy feleségként szerepel az Isa. 3 karakterből áll, Alef, Shin, illetve He. Az Alef ugye az ökörfej, az erő, hatalom, Yahuah, családfő, a Shin pedig a fog, ami elpusztítani, enni, felfalni, vágni, vagy valami, ami éles vagy szúrós, és a héj pedig az ember felemelt kézzel, ami ámulat, csodálat, lélegzett sóhaj, vagy kinyilatkoztatás, illetve a lélek. Úgyhogy ha kívülről haladunk befelé, akkor Alef, héj és a sin, tehát az Isa, az asszony, az nem más, mint az erő, vagy a hatalom kinyilatkoztatása, mely elpusztít. Azaz a kettőnek az egysége, mely legyőz bármit utána. Úgyhogy ez a két karakter fogja alkotni azt az egységet, amelyet a teremtő létrehozott és kitalált azért, hogy, mert úgy gondolta, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Végezetül ebből a fejezetből meg fogjuk vizsgálni ezt az egy testét, ezt az egységet, hogy mi is ez az egy. Ez az egy, ez nem más, mint a héber kifejezés. Strong's H259. Echad. Echad. Melynek jelentése a Strong's szótár szerint egységet jelent. Egységet. Egyet vagy egységet. Elsősorban egység a jelentése. Hasonlatosság vagy egyedül, illetve egy darab, vagy egy ember, egyszer, egy, csak, egy másik, néhány, együtt. A jelentése egység, a héber-kádesi lexikon alapján pedig az elsődleges jelentése a szónak azt jelenti, hogy azonos, vagy első, vagy egy, illetve egyetlen egy. 3 karakterből áll, ez pedig az Alef, a Het, illetve a Dalet. Úgyhogy az egységszó héberül, illetve piktografikusan az az erő vagy hatalom, amely elválasztja vagy elkülöníti az ajtót. Az az erő vagy hatalom, amely elválasztja, védi, körülveszi az ajtót, vagy a bejáratot. Így értjük sokkal jobban azt, hogy mit is jelent az, hogy ember, asszonyember, hogyan is keletkezett, mi volt az oka annak, hogy Yahuah Elohim kitalálta ezt a rendszert. És mit is jelent az, hogy ő egy testnek teremtette ezt a kettőt. Miért találta ki ezt? Magát a házasság intézményét. Ez az első példa arra, hogy mi az, illetve azt hiszem, hogy ez egyetlen, hogy ő hogyan is képzelte el ezt. Mi volt az ő eredeti elképzelése ezzel, és miért jutottunk el odáig, hogy férfi és nő. Tovább fogjuk folytatni a későbbiekben, természetesen Ádám és Éva, azaz Ádám és Chavah történetét, azonban az első részt ezzel befejeztem. Remélem, hogy hasznosnak találtátok, és mindenkinek a legjobbakat. Hallelujah!